Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt megtekintjük most ennél a kirakásnál. Ő most egy új irányba tekint. Figyeli a lehetőségeket. A kezében van a bot, tehát kezébe veszi a dolgokat. Ez a bot szimbolizálja a tűz elemét, az ő akaratát, bátorságát, lelkesedését, de nem sieti el a dolgokat. A második bot és a kettes szám utal a ti párkapcsolatotokra. De nem érint meg téged, vagy nem közli azt, amit ő most tervez, holott ez a második bot ott jobb oldalon téged szimbolizál, te ott vagy mellette. Te tudnál segíteni, de ő más irányba tekint jelen pillanatban. Lehet, hogy még bizonytalan és időre van szüksége ahhoz, hogy a terveit veled megossza. És most megtekintjük az érzelmeit. Valahogy ő úgy érzi, hogy hamarosan történik valami, és nem tudja, hogy mi vagy ki közeledik hozzá, de jelenleg megvan ez a belső feszültség, ő ideges, és elveszíti a belső nyugalmát. A kártya úgy mutatja, hogy ez tényleg így lesz, ez lehet egy támadás, amit ő már most érez, és nem lehet tudni, ki ez a személy, és nem lehet tudni, hogy mit akar, hiszen maszkot visel. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Az ő számára te vagy itt ez a királynő, és ez a királynő uralkodik a föld eleme felett, ami utal a természetre, de utal a reális dolgokra is, és ez a terv, amit mi az első kártyán láttunk, hogy ő ebbe az irányba tekint, a te segítségeddel megvalósulhat, de azért legyetek óvatosak. Vigyázni kell, és pontosan az, amit ő érez, itt lesz egy veszély, és pontosan ezt mutatja a kártya is. Valami vagy valaki közeledik hozzá, és nem lehet tudni, hogy milyen szándékokkal. Ez a kígyó utalhat megújulásokra, de jelent egy nőt is. Tehát, ha itt támadásról van szó, ahogy ez a lovas férfi a képen mutatja, holott a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és az állarc mögött lehet egy nő is, hiszen nem mutatja ki az arcát, és ez a kígyó tényleg arra utal, hogy ez a támadás egy nőtől fog jönni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!